Havi szinten az eddigi legnagyobb zuhanást produkálta a brit gazdaság áprilisban. A GDP az előző hónaphoz képest 20,4%-kal csökkent, a legjelentősebb az autóipar visszaesése volt. Márciusban 5,8%-kal esett vissza havi összevetésben a brit gazdaság teljesítménye, de mivel a pandémia miatti korlátozó intézkedéseket a londoni kormány március végén vezette be, azok teljes körű hatása áprilisban jelentkezett. Jonathan Eto, a brit statisztikai hivatal gazdaságstatisztikai részlegének vezetője szerint a gazdaság összes szegmensét érintette a krízis, a vendéglátást, az oktatást, az egészségügyet és az autóipart. Az ONS adatai szerint a február és április közötti három hónapban 10,4%-kal csökkent a GDP érték az egyel korábbi januárral zárult három havi időszakhoz képest. Úgy gondolom, időbe fog telni, mire visszatérünk a normál helyzetbe. Már nagyon várjuk, hogy visszatérjenek külföldi látogatóink. Valószínűleg még idén, de lehet, hogy csak jövőre. 12 hónap leforgás alatt az ügyfelek 95%-át veszítettük el. Ezért rendkívül fontos, hogy a kormány segítsen az újrakezdésben, mondta az egyik londoni cég igazgatója. A brit autógyártók és autókereskedők szövetségének összesítése szerint áprilisban mindössze 197 személygépkocsi készült a Szigetországban.